Üzenjünk Brüsszelnek! Másfél hónapja ezekkel az óriás plakátokkal buzdítja a kormány az embereket, hogy menjenek el a betelepítési kvótáról szóló népszavazásra, amit október másodikára írt ki a köztársasági elnök. A szavazók a következő kérdésről dönthetnek. Akarja-e, hogy az Európai Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését? A magyar embereknek kizárólagos joguk van arra, hogy döntést hozzanak arról, hogy kikkel akarnak együtt élni. Ez egy szuverenitás kérdés is. Brüsszel, a brüsszeli intézmények nem dönthetnek a magyar emberek helyett ebben a kérdésben. Az egységes európai menekült politika és a kötelező betelepítési kvóta egyik legkövetkezetesebb képviselője, Angela Merkel szerint viszont a magyar kormány csak a saját álláspontját akarja megerősíteni. Tudtuk, hogy Magyarországon népszavazást tartanak a menekültekről, és most már azt is tudjuk, hogy melyik nap lesz a referendum. A népszavazási kérdést úgy fogalmazták meg, hogy az megerősítse a már most is érvényesülő magyar kormányzati politikát. Ismerjük a magyar miniszterelnök véleményét a menekültekről, szóval nem számítok érdemi változásra, mondta Angela Merkel, német kancellár. Szijjártó Péter szerint viszont van érdemi választási lehetőség. Természetesen minden tiszteletem a kancellár asszonyé, de, de itt a magyar embereknek lesz egy világos választási lehetőség. A kvótanépszavazásra reagált Gerda Hasselfeldt az Angela Merkel vezette CDU Bajor testvérpártjának egyik vezetője is. Szerinte a népszavazás gyengíteni fogja az Európai Unió menekült politikája melletti elkötelezettséget. Az egyik legnagyobb német napilap, a Die Welt, Orbán felsorakoztatja népét Brüsszel ellen címmel közölt kommentárt, és egyenesen azt mondja, hogy követőkre találhat a Quota népszavazás, ezért menekültelenes hangulat alakulhat ki, amire az egész Európai Unió rámehet.